give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our hands are lifting as we lose our inhibition. Megérkeztek a játékosok a folytatáshoz, a szünetben tehát Ebesi KKS-e Hajdú Sámson 1-0, és hát igazából nincs oka még cserélni Szabó Lászlónak, és nem is látok egyébként cserét, ha itt gyorsan egy létszámellenőrzést tartunk a kezdésnél. Valószínűleg a túlsó oldalon sem módosított szegedi Szabolcs, már csak azért sem, mert azért mezőnyben állták a sarat a vendégek, sőt itt a meccs, az első meccs első fél idejének végén Dorogi egy kicsit jobban résen van, akkor egyenlíthetett volna. Szalánci Zoltán védett hatalmasat 43. 44. percben. Így azonban Nagy Imre egyetlen gólja tartja magát eredményt gyanánt, úgyhogy a sámsoniaknak rá kell kapcsolni, ha szeretnének itt egy értékes, és hozzáteszem, hogy bravúrnak számító pontot szerezni. A mieinknek pedig azért kellene magasabb sebességi fokozatba kapcsolni, hogy szaporítsák a gólok számát. Megint Dorogi, van érkező ember középük. Szerencsére ott volt Szabó Gergő is, aki higgadtan és nagyon jó ütemben rúgta ki a középütt érkező sámsoni csatár elől a labdát. Előre jön 20-assal Hodosi Tamás is, egy jól megtermett játékos, védőjátékos fejelni, és őt keresik a labdával. Aztán végül Szabó Gábor üti ki. Nagy Zsolt helyett Nagy Imre szerzi meg. Nagyon jó. Nagy Dávid. Ez még jobb így, Domokos, ez egy gyönyörű támadás. Domokos már a 16-oson belül van, és a túlsó oldalra eljön-e, és majdnem öngól lett a vége. Katona Gergő is ugrott egyet, mint egy jól megtervett béka, de nem igen tudta volna ezt már hárítani. Szerencséje volt a sámsoniaknak, hogy fölé pördült, vagy inkább mellé pördült a labda. De az az akció, ahogy kihozták Nagy Zsolt, Nagy Imre, révén is természetesen, ahogy végül Domokoshoz került a labda, az mintaszerű volt. Na nézzük Nagy Zsolt szögletét mindjárt itt a második félidő elején. Mondjuk azt, hogy a második percben, és elmondhatjuk, hogy már is volt egy ígéretes, veszélyes támadása mindkét csapatnak, hiszen az előző Szabó Gergő mentést se feledjük, Barabás és Varga, a két legjobb védőnk között, nem sok sansza van ott a sámsoniak játékosának, Csonkának, aztán Szabó Gergő próbálja kihúzni, megint Kanállal találta magát szemben, jó a beadás, és hát nagyon mélyre hajolt Nagy Dávid, nem lehet itt okolni, hogy tulajdonképpen odarúgtak a sámsoniak, kicsit önveszélyes volt ez a játék. Domokos Roland az, aki kiengedi, megelégedett a bedobással. Szalánci Zoltán keresgeti a társakat, Nagy Dávid elindul, bizony még az oda kerülhet, Nagy Dávid lökte a 20-assal futballozó Hodosit, jó nagyot huppantak a zöld gyepre, és már el is végezték a szabadrugást, Rása Gergő révén próbálják kihozni, Rása Gergő, Szabó Gergő, halász volt a labda útja, átkerül a mieink bal oldalára, Nagy Dávid próbálta begyűjteni, Nagy Imre fejeli föl olyan helyre, ahol senki nincs a mieink közül, Szabó Gergő fejeli hátra, Barabás. Barabás jól érezte, hogy ezt középre nem szabad vinni, így viszont halásznak adományozta a labdát. Nagy Imre végig űzte, hajtotta ellenfelét egészen az alapvonalig, kísérte, és ott aztán kipaskolta. Ha jól látom, szöglethez készülődnek a vendégek, a sárga mezes sámsoniak. A második félidő harmadik, negyedik percében Barabás tette ki könnyedén, Nagy Zsolt,
igen, nem csak a labdát húzta ki, hanem egy kicsit a babát is, Kardos István volt a kicsit túlzottan is kemény védő. Szabó Gábor. Van egyébként csere lehetőség, variálási lehetőség mindkét oldalon a mieinknél. Ott van Borús Tibor a padon, Bernát Gergő, Mészáros Tamás, Gömze Antal, Lejter Bálint, Matolcsi Tamás és Kovács Máté. A Hajdú Sámsoni alakulatban Gajdos Tamás, Bugyó Norbert, Huri Márkó, Burgulj Edgár, de akár magát is beállíthatja a csapatba, Szegedi Szabolcs, a Hajdú Sámsoni TTISE edzője. Hát nagy a riadó készültség itt a labda körül, de hát ahhoz szerintem túlságosan messze van, hogy ezt Halász Zoltán rá durrancsa. Minden esetre nagyon elszántan állnak ott a sámsoniak, méregetik, körbejárják jobbról-balról, aztán Halászt elpaterolja onnan Csonka Krisztián, úgyhogy Csonka fogja rádurrantani. Hát az ilyen fajta előkészületekre és eseményekre mondják, hogy nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Szalánci. Ez viszont jó fele megy, Nagy Zsolt. Nagy Dávid áll be a labdának. Nagy Imre. Én már akartam poénkodni, hogy ez egy nagyszerű akció. Nagy Imre kiharcol egy bedobást. Nem érti ezt Csonka Krisztián, a Sámsani a kapitánya. Katona Gergő pedig, bár a nap igazából elbújt, de azért fölvett egy simléderes sapkát. Barabás. Említettem, hogy a mai napra milyen meccsek maradtak. Elmondanám a múlt heti mérkőzéseket, ha valaki nem tudná. Ugye az evesiek 2-0-ra győztek hosszúpályban. Jelenlegi ellenfelünk a Hajdú Sámson, pedig a múlt héten a Buséval ért el egy 1-1-es értékes döntetlent. A Kaba hazai pályán kapott ki a Polgártól 2-1-re, a Sárét udvari magabiztosan győzött 4-0-ra otthon Téglással szemben, a Józsa 2-0-ra verte a Hajdúnánást. Érzésem szerint ez volt a legnagyobb meglepetése a fordulónak. Nagyhegyes Deac 1-4, Nyíradony Monostorpályi 2-1, illetve Derecske Hajdúdorok 3-3. Ilyen mérkőzések elég gólgazdag volt a múlt hét is, de ez a hét legalábbis a tegnapi szombati napi meccsek még több gólt hoztak. 4-3-ra nyert a Buse, 4-1-re a Sárét udvari a Deac ellen, a Monostorpályi 2-1-re kikapott a Józsától otthon, illetve volt egy 6-1-es derecskei siker Polgáron. 7-5-3, 7, hát olyan átlagban olyan 5-6 gól esett minden meccsen eddig, hogy jó lenne, hogyha ezt a számot hoznánk itt ezen az Ebes Hajdú Sámson összecsapáson is. Ettől jelen pillanatban még nagyon távol vagyunk, mert Nagy Imre egy szemgólja tartja magát eredménynek, miközben Nagy Dávid kapott egyet a fejére, de aki okozta ezt a sérülést, ő is fogja a fejét. Csonka Krisztiánt és Nagy Dávidot is leküldi a játékvezető, de az oldalvonalon túl folytatódhassék az ápolásuk. Jól összefejelhetett a két játékos, annyi szent. Minden esetre, mivel nem látott okot egyébként a közbeavatkozásra a játékvezető, ezért úgy döntött Buckó Béla, hogy játékvezetői labda ejtés, se folytatódhat a meccs, amit a sámsoniak nagyon sportszerűen visszarúgtak az ebesi térfélre. Nagy Zsolt. Nagy Zsolt és Rása esett össze, csapott össze, és Nagy Zsolt esett el. És hát Buckó játékvezető közben visszaengedi a két sérült játékost. De Csonka akár beállhat a sorfalba, Nagy Dávid meg mehet fejelni, de nem hiszem, hogy most ő elsősorban erre vágyik. Nem hiszem, hogy értelme van ezt kapura lőnie Nagy Zsoltnak, úgyhogy inkább megpróbálja majd beívelni. De az is benne van, hogy a rövid sarokra rányesi. Bizony, Katona. Aztán az utolsó pillanatban Dorogi György rúgta ki. Igen, szöglet lesz ez. Nem, közben les volt, tehát megvitatták a dolgok állását a játékvezetők, a fekete ruhások. Szabó Gábor rúgja föl, Kanál, 5 centire Nagy Imréhez,
Nagy Imre csínybe, Kanálnak. Kanál nem mert fölugrani, pedig nála volt a magassági fölény. Három ember között hozták ki a sámsoniak, és onnan a sárga kékek kispadjáról, kispadjától jár a szabad a bedobás, amit már el is végeztek a mieink. Második félidő elején járunk tehát. Jól kezdődött a második játék rész, de elég lagymatagon folytatódik. Túl sok esemény nem történt. Nagy Imre, Domokos. Ez így jó lehet Nagy Imrének, de résen volt Hódosi. Hódosi Tamás Sándor, a 20 esztendős sámsoni védő. Kabán kezdte játékos pályafutását, aztán a DFK-ban, a DLA-ban, a debreceni klubokban is játszott, és utána a Hajdúböszörmény és Püspök Ladány, ha minden igaz, ez volt a további állomás helye ennek a fiatal, jól megtermett védőnek, aki egyébként a sámsoni védelemnek is az egyik központi figurája és egyik legjobbja a mai meccsen. Barabás nagyon keményen őrzi, az első fél időben pedig inkább Domokos Rolanddal találkozott sokat. Nagy Dávid, Nagy Zsolt, gyönyörűen fordult le, és most már megvan neki a tempó előnye. Oda csúsztak, labdát rúgták el, összeakadt azonban két sámsoni védő, és ott a nagy helyzet, Kanál! Gyönyörű gól, de közben Nagy Zsolt lenn marad. Hát ez most hatalmas védelmi hiba volt, Kanál Roland szerzi a gólt. Kanál második gólja egyébként a bajnokságban. Nem, harmadik találata már Kanál Rolandnak, ne vegyük el, ne tőle. Ne csorbítsuk érdemeit, a mai mérkőzésen viszont ez a második találat a szebességek részéről. És ugye, hogyha megnézzük az időt, akkor a második fél idő 14. percében esett. Megint Katonának kellett nyújtózkodnia, egy ígéretes Nagy Zsolt szabadrugás volt. Barabás térül fordul, a lövés is megvolt, de ezt blokkolták a sámsoni védők, a nagyon sokat ficánkoló Halász hozta el, aki elől-hától föltűnik egyébként. Halász Zoltán, ő is még a fiatalabb garnitúrához tartozik a maga 24 esztendejével. Molnár Ádám. Vissza Halászhoz. Középütt van megjátszható ember, Rása Gergő. A Dorogit azonban eltüntették érdekes körülmények között az ebesiek. Szaláncinak egy előrelőtt labdája, talán Domokos Imrét megtalálhatta volna, ha az én mesém is tovább tartott volna. Hódosi passzolja oldalra, ő volt az egyébként, aki annak ellenére, hogy megdicsértem néhány perccel ezelőtt, pontosan ő hibázott a gólnál, ő ütközött össze egy másik játékossal, nem értették meg egymást, így hozta el a tulajdonképpen már elherdált, elvesztett labdát Kanál. Nagy Zsolt pedig szépen teszi ki, Domokos vissza Nagy Zsolthoz. Picit maga alá ragadt a labda. De lehet, hogy túl cifrázták ezt, most egyszerűbben is be lehetett volna fejezni. Közben fordulnak a sámsoniak, de nem jut el Halászig a labda. Rása Gergő űzi hajtja, Kanál. Közben abban reménykedhetünk, hogy az eső elkerüli most az evesi pályát, bár a nézők 80%-a a fedetlen látó alatt foglal helyet. Azért mégsem szorulnánk rá egy ilyen égi áldásra itt vasárnap délután. Ugye sem majd holnap.
No hát elkezdődik a csere rengeteg, ahogy az lenni szokott itt a megye egyben, a gólszerző kanál megy le. Borús Tibor az egyik, aki bejött, és a másik, aki lemegy, 9-essel Nagy Dávid. Úgyhogy majd ezt kell még megnézni, a hármas számmal játszó nagyhegyesi játékos Borús Tibor az egyik, az biztos, aki bejött, hogy aztán ki a másik, az majd kiderül, az pedig Bernát Gergő. Hodosi fejeli vissza Nagy Imre. Domokos. Gyönyörű cselekkel indul el, aztán elesett. Borús Tibor próbálja meghajtani. Rása és Szabó Gergő. Keményen meglökdöste Szabó Gergő emberét, de már is elvégezték. Dorogi mutatja magát. És ez nagyszerű labda. Elbaltázta. Oda rúgta a Szalánci ölébe, de nem múlt el a veszély, Rása megint. Szabó Gergőn áthámozza magát, a fiatal Rása Gergő, halász. Nagyon jól mennek be ott a sámsoniak, hát kicsit megrúgták, halász, de ezért nem mindig adnak tizit. Pedig volt egy kis szabálytalanság benne. Nagy Zsolt. Nagy Zsoltot visszarántották, hát ez sárga lap. Kardos István kap sárgát. A felező vonalról jár a szabadrugás a mieinknek. Nagy Imre Borúst futtatja meg, Borúsnak nem könnyű ezt bent tartani. A Gyebesi saját nevelésű játékos megfordult a szoboszlói csapatban is, és most itt Gyebesen a felnőtt csapatban bontogathatja tovább szárnyait. Halász, Borús odapakolt. Jól pörgetett labda Csonka. Hát igen, ezt le lehetett fújni, mert Szabó Gergő beállt elé, nem tudott így tovább menni. Dorogi áll a labda mögött, és mindenki, aki él és mozog, ott van a 16-oson belül. Sámsoniak szeretnének meccsben maradni, ehhez gólra van szükségük. Szalánci védett nagyot megint. Ott a túlsó oldalon volt érkező ember, és hát nem is volt rossz ez a fejes, a rövid sarokra befér volna Biza. Szalánci Zoltán nagyon szépen hárított résen volt a szószoros értelmében. Nagy Imre húzhatja ki, Nagy Zsoltot futtatja, Nagy Zsolt gyorsnak tűnik. Rása, ketten-hárman vannak most már rajta. Nagy Zsolt át a túlsó oldalra, Domokos, Roland, illetve Domokos Imre. De ezt még be lehet gyűjteni. Sőt, már meg is van a bedobás Bernát Gergő révén. Egyébként, ha jól látom, akkor a védelemben mindenki maradt. Sőt, Domokos Roland is ott van. És itt van a helyzet, ez is be lehet lőni, Katona Gergő. Domokos Roland megszerezhette volna az első gólját, de nem így történt. Parga teszi hátra teljesen a kapushoz. Hosszan előre, átszállott a sámsoniakon, Hodosin nem, ő jól beállt a labdának. Kardos próbálja kihozni. Nagy Imre labdaszerzése, de ez csak egy pillanatig az Evesiek zsákmánya, hiszen már visszaszerezte, mégpedig Molnár Ádám, aki nagyon sokat küzdött a mai meccsen is. Nagy Zsolt, egy kicsit fölpörögették volna a játékot. A mieink, Katona Gergő nagy védés a Nagy Zsolt lövése után. Varga, na most
kezd egy kicsit focizni az ebesi csapat. Kár, hogy ez ennyit kellett várni. 39-essel egyébként Babik Mihály jött be a Sámson csapatába, Lázár Róbert helyett. Barabás őrzi a labdát, és ez most az ő helyzetében elégnek is minősült, úgyhogy kirúgás a vége. A második félidőben ugyancsak szerzett egy gólt a csapat, és akkor, amikor 25 perce játszanak már a csapatok a második félidőben is, egy gól az első félidőben, egy gól a második játék részben. Ez összesen egy 2-0 arányú vezetés, vagy előny. Miközben, ha jól látom, ott a túlsó oldalon megint sikerült levirkózni Domokos Rolandot, és egyre többször csak szabálytalan eszközökkel tudják megállítani az evesi KKS játékosait a egyre inkább fáradó sámsoniak. Nagy Zsolt áll a labda mögött. A Katona Gergőnek kellett már egy-két bravúrt bemutatnia. Buckó játékvezető megint hátrébb parancsolta a sorfalat. Nagy Zsolt, jól jön ez, a Katona is jól jött a kapujából, aztán lábbal megtolja. Dorogi. Meg volt a váltás Csonkával. Katona Csonkát hozta nehéz helyzetbe, de Csonka megküzd a labdáért, nem véletlenül a kapitány. Szilágyi Zoltán kapott nagyot Szabó Gergőtől. Dorogi, Szabó Gergő már ott lóg rajta. Megpróbálja megmagyarázni Szabó Gergő a megmagyarázhatatlan, mert tényleg oda lépett kétszer egymás után szabálytalanul. És Dorogi méricskéli a távolságot. Dorogi. Varga fejelte ki. Hát nem mondhatni, hogy közönség szórakoztató meccs, de azért annyira nem unatkozunk, mondhatnánk, hogy látunk már ennél azért jobbat is, meg rosszabbat is. Legalább izgulni nem kell, hiszen most már ezzel a két gólos előnnyel, ha nincs is zsebben teljesen a meccsre, de nagyon magabiztosnak tűnik ez a kettő gólos vezetés, főleg úgy, hogy most nagyon szépen megindul Domokos Roland, végig megy egyedül, most kellene már elpasszolni Roland, ráül a labdára, igen, kifelé jár, aztán nem adja oda, ezen egy kicsit fölkapják a vizet a sámsoniak. A szó szép volt a szóló, de kicsit ráragadt a labdára Domokos Roland. Csonka, Szabó Gergő próbálta megelőzni Dorogit. A Dorogi őrizete azért nem egy könnyű feladat, hiszen minden hájjal megkent játékos Dorogi György. Egyébként nagyon sokat játszott más csapatban is, például a Fejér Gyarmatban, a Derecske együttesében. 28 esztendős csatár. És hát már azért van gólja, bajnokságban az első fordulóban talált be a Monostorpályi elleni vesztes meccsen. Közben újabb csere lesz a sámsoniaknál, 85-össel ment le Szilágyi Zoltán, ez biztos. Majd meglátjuk, hogy ki jött be helyette, a hajpántos úriember nem más, mint Gajdos Tamás 13-assal. Tehát most már kettőt cserélt a vendégcsapat is. Katona Gergő Odosihoz. Gajdos első labdaérintése nem a legfontosabb.
megpróbálják a Sámsania kisegíteni. A földharcban is jó. Az ebesi játékos. Nagy Zsolt gólhelyzetben, és a pöttyintés! Gyönyörű gól! Megvan a harmadik találat. Champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our hands are... A mai mérkőzésen Nagy Zsolt a gólszerző, és valóban ez már tapsot jelent a 30. percben, ami a mérkőzés 75. perce, Nagy Zsolt góljával, tehát 3-0. Nagyon szépen löbbölte be. Hát a sámsoniak lassan kezdenek belefutni egy nagyobb vereségbe, pedig a meccs első fél ideje nem erről szólt. Közben Dorogi kezd el vitatkozni az asszisztenssel. És kap egy sárga lapot. Reklamálásért megvédte partjelzőjét. Dorogi is sárga lapos figyelmeztetésben részesül. Közben bejött Mészáros Tamás is a pályára. Varga helyett jött be Mészáros. És volt egy csere a másik oldalon is, a sámsoniaknál. 3-0-ra vezet tehát a ebesi KKS csapata a Hajdú Sámson ellen, akkor, amikor bő negyed óra van hátra a mérkőzésből, Csonka rúgott oda Nagy Zsoltnak. Nagy Zsolt ezt elég morcosan veszi tudomásul, de hát kéne tennie így a helyébe Szabó Gábor, és most az a kérdés, hogy akar-e még hajtani az ebesi csapat az utolsó bő negyed órában, vagy megelégszik ezzel a most már magabiztos vezetéssel, ami ugye Nagy Imre, Kanál Roland és Nagy Zsolt góljaival alakult ki. Hát úgy látszik, hogy a sámsoniak nem nagyon fognak tudni már hozzátenni ehhez a meccshez. Szabó László, az ebesi KKS edzője ezt a meccset még eltiltás miatt nem a kispadról dirigálja, úgyhogy ott a kispadnál elsősorban Palotás Csaba, illetve Gulácsi Bence irányítja a társaságot. De egyébként ott áll közvetlenül a kispad mellett a korláton kívül Szabó László, tehát tulajdonképpen ugyanúgy lehet hallani a szavát, a taktikai utasításait. A Gergőt hozzák nehéz helyzetbe. Csonka, Hódosi, vissza a kapushoz, hát ennek nem biztos, hogy örül Katona, megint ő neki kell ezt megoldania. Molnár Ádám rálépett Domokos Imre a labdára, viszont Domokos Roland már is begyűjti. Halász csente el, mire észhez térnek az ebesiek. Babik Mihály jött be, korábban, illetve most már Purgu Edgár is ott van a pályán. Dorogi meglökte Szabó Gábort, kihasználja ám jó testi felépítését Dorogi, aztán amikor neki is oda tolnak, oda löknek, akkor elégedetlen. Gajdos is alaposan megtolták.
Dorogi. Hát a túlsó oldalra Csonkához, most jól próbálják fölépíteni a támadás, de már jelzi Szilágyi asszisztens a lesz helyzetet, úgyhogy jöhet a kirúgás. Akkor, amikor most már valóban csak 10 perc van hátra a mérkőzésből. Nagy Zsolt megint jól vált le emberéről, és ezekben a labdatartásokban nagyon ügyes. Nagyszerű labda, de hosszú ez így, Katona. Aztán végül Domokos Roland lábáról pördül ki oldalra, de egyébként ott volt Domokos Imre is. A Nagy Zsolt gyönyörűen rúgta be, talán egy kicsit túl sok gázfröccsöt adott ebbe a labdába. Nagy Imre is egyből visszaporgatja, nincs les, legalábbis az asszisztens nem jelez. Domokos Imre két-három ember között gyönyörűen fordul le, van-e érkező? Nagy Zsolt! Csonka csúszott oda az utolsó pillanatban, és az asszisztens mutatja, hogy Csonkáról perdült ki, úgyhogy jöhet egy szöglet a túlsó oldalról, akkor, amikor az Evesi KKS a meccs vége előtt szűk 10 perccel 3 góllal vezet a Hajdú Sámson ellen. Nagy Zsolt, hát összeütötték a lábát, ez be lehetett volna fújni, közben Gajdos vezérletével elindul kifele Szabó Gergő, túlsó oldalon is van megjátszható ember, eljut-e Huri Márkóhoz. Csonka, Szabó Gábor megküzdött ezért a labdáért, és hát a sárgák szeretnének szögletet rúgni, de az asszisztens mutatja, hogy kirúgás. Nem is az, Salamoni döntést hozott a játékvezető, mondja, ne legyen se kirúgás, se szöglet, legyen szabadrúgás kifelé. Szalánci kapus keresné a társakat. Hosszan előre, Borús. Szabó Gergő bedobása után Domokos Imre, most előkészítő szerepben, Nagy Zsolt, a legmagasabb játékos Hodosi fejeli ki, Halász, indítaná Dorogit, de most már Dorogira nagyon figyelnek, Szabó Gábor vette kezelésbe a sámsoniak talán legveszélyesebb emberét, akinek azért volt egy-két nagy zicsere, kicsit jobban összpontosít, akkor már két gólt is rúghatott volna minimum. Nagyon szépen térült, fordult a 88-assal játszó Molnár Ádám, de aztán Szabó Gergő labdát szerez, addig Pilinszkált Domokos Imre. Be lehetne ütni, Domokos egyedül viszi, aztán elesett, Buckó játékvezető mutatja, hogy tovább, nagyvonalúan és lezseren, Barabás érzésem szerint ezt most nem számolta ki jól, hogy inkább kirúgta, Szalánci mutatja, hogy ő meg tudta volna szerezni, kár volt ezt így elherdálni, de inkább a biztosat választotta. Rása, gyönyörű cselek, talán túl is bonyolította, Dorogi megpróbálta emberhez, de Nagy Imre védekezésben is lehet rá számolni, megint labdát szerez Nagy Imre. Nagy Zsolt, így belestoppolt a Csonka Krisztián, rengeteget köszönhetnek egyébként Csonka Krisztiánnak a sámsoniak, mert a jobb hátvéd például az előző helyzetet is lemattolta, de ott a kapu előtt is, amikor Nagy Zsolt érkezett, ő volt résen. Hajdos, Dorogi, hát Buckó játékvezető nem fog ma a 11-est ítélni, ezt eldöntötte. Közben még egy csere lesz majd. Domokos Roland ment le. Csonka, igen, most ez biztos, hogy szabálytalan volt most Szabó Gábor. Úgyhogy még a sámsani a készülőtetnek egy szabadrugáshoz. A 40. percben járunk a második játék részben, legalábbis az én órám szerint.
Dorogi ott hagyja megint Halásznak. Halásznak volt már egy szabadrugás kísérlete, az nem sok sikerrel. Ez viszont jó. Bent is van! Meseszerűen benyeste Halász a szépítő gólját a Sámsoniaknak. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. Halász Zoltán góljával megvan a szépítő találat. Szép volt Halász! Úszik a Zsolt! Nagyon megnézte és gyönyörűen lőtte be, és hát mondtam, hogy Halásznak volt már összesen 3 gólja a bajnokságban, ez a 4. találata. Hozzáteszem, hogy eddigi összes gólja vesztes meccsen született, az első és a második fordulóban, és ez is az lesz. És egy újabb csere, tulajdonképpen most már minden csere játékosát elküldte. Hiszen bejött már az egész csere sor, beállt a Kovács Máté, Matolcsi Tamás és Lejter Bálint is. Egyedül még Gömze Antalt nem látom, de lassan most már ő is pályán van. Úgyhogy minden csere lehetőségét kihasználta 3-1-es állásnál Szabó László. Hát van még egyébként lehetősége a vendégeknek tovább kapaszkodni, hiszen a mérkőzésből hátra van néhány perc. Közben Nagy Zsolték indulnak el az öltöző felé, Domokos Imrével és Domokos Rolanddal. Kezdő csapatból tulajdonképpen csak a védelem tengelye és Nagy Imre maradt Írmondónak. Igen, most már Gömze is ott van. Torogi. Barabás szerez labdát. Gömze. Sokkal magasabb, mint két társa, de hát erre nincs idő, hogy ott még azért dekázgassunk. Lágyan előre. Most megiramodnak az ebesiek, egy középre lőtt labda Hodosi fejéről perdül ki, Csonka és Halász, de már megint visszakerül szerencsére az ebesiekhez. Borús Tibor még bent tartja, aztán jó a kényszerítő. Kovács Máté volt az, aki nem játszotta meg, és aki pedig fönt akadt a Rostán, az nem más, mint a gólszerző Halász. Molnár Ádám teszi előre, Barabás nem cifrázza, Borús. Gömze. Át a túlsó oldalra. Ez eddig szép volt. Bernát, Mészáros. Mészáros csak visszafelé tudja, de Nagy Imre azért belemegy a csínybe és fölvállalja. Hát ez lehet, hogy csak olyan vélelmes les szituáció volt. Szaláncinak bizony szaporázni kell lépteit. Szabó Gábor hozta ki nagyon magabiztosan. Borús. Ez így jó. Kovács Máté és Borús. Borús megfordulhatna. Meg is fordul. Mészáros. Ott nem lehet két ember között így bemenni.
Odosi. Nagyszerű labda Doroginak. Középütt van érkező ember. Rása Gergő, de nem jut el Rásához. Gömze és Borús. Dorogi kicsit idegből borította föl. Barabás nem vállalja föl a hosszú keresztlabdát. Kovács Máté. És Szaláncit is bevonják egy kicsit a labdázásba itt a meccs végén. Hát nem mondható, hogy igazából sziporkázó játékkal, de mégis magabiztosan győz az Ebesi KKS ezen a mai meccsen. A masszívan kezdő, de aztán végül csak kiengedő Sámson ellen, hogy aztán a szépségtapaszt is megszületett a sámsoniak részéről, azt gondolom, hogy valahol megérdemelt volt, hiszen azért voltak lehetőségei a vendégcsapatnak, de reális a 3-1-es evesi győzelem, főleg amíg a cserék nem tördelték szét teljesen a játékot, bár még itt a cseremberekben is benne van egy esetleges gól, ha elindul Gömze, Gömzét visszahúzták, hát ez bizony kiállítás lett volna, de Buczko játékvezető véget vet a játéknak, 3-1-re győz az Ebes a Hajdúsámson ellen a jövő héten Nagyhegyesre ellátogat, ezt követően pedig majd jön a hazai mérkőzés, én megköszönöm kitüntető figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, Kelek János operatőr kollégám nevében is búcsúzom, Nagy Bálint volt. Az eredmény az természetesen tetszett, bár szerettük volna kapott gól nélkül lehozni ezt a meccset. Hát próbáljuk azt az időszakot kinyújtani, amikor a csapat jól játszik, már most egy picivel több volt belőle, mint a hosszú pályi ellen. Most is akadozik még egy picit azért a játékunk. Megpróbáltuk stabilizálni a középpályánkat, úgyhogy két védekező középpályást játszottunk, attól függetlenül nem szerettük volna föladni azt a támadó focit, amit a csapatnak elvileg játszania kell. Hát úgy gondolom helyek közel megoldottuk a feladatot. Ez egy kicsit más meccs volt, mint az eddigiek, mert ugye most kétszer idegenben játszottunk, két keményebb meccs volt. Nincs olyan, hogy kötelező győzelem, a bajnoki cím a célunk, úgyhogy egyértelműen nekünk mindenkit meg kell verni. Én nem szeretem azt, hogy esélyesként számon tartanak minket, és az esélyesség terhe nyomasszon valakit, az esélyesség terhe egy ilyen csapatot, ilyen futbolistákat nem szabad, hogy nyomasszon. Hát én azt reméltük, hogy két hét után, miután hazatérünk, látványos játékkal be tudjuk húzni a 3 pontot. Voltak azért problémáink még most is, de azért a hosszú pályameccshez képest nagyon sokat javult a játékunk, a szerkezet is úgy néz ki, hogy ez talán egy picivel jobb volt és stabilabbak voltunk tőle. Az előre játékunk azért megvoltak a helyzeteink a gólokon kívül is, azon kívül volt itt egy-két szabálytalanság, amit még úgy érzem, hogy be lehetett volna esetleg a játékvezetőnek is fújni. Javulunk, reméljük, hogy egyre jobbak leszünk, nyilvánvalóan még mindig nem vagyunk kész, vannak most már nagyon jó periódusaink, viszont vannak még mindig gyengébbek, hát meg kell nyújtani ezeket a jó periódusokat. Az edző nézi-e a tabellát, vagy csak a saját csapatával foglalkozik? Én örömmel nézem a tabellát, mert szeretem azt látni, hogy a csapaton vezetés egy egészen meggyőző fölénnyel. Olyannyira nézzük a tabellát is, meg az ellenfeleket is, hogy én tegnap ott voltam a Deac Sárét-udvari meccsen, mert a közvetlen riválisok közül talán a Sárét-udvari lehet az, aki odaérhet és kellemetlenséget okozhat nekünk. Két hét múlva velük játszunk, természetesen nézegetjük, hát terhet nem rak ránk, mert azért azt gondoljuk, hogy a nyári igazolások úgy sikerültek, hogy mindenki éppen jobbak vagyunk, mint az ellenfelek. Nem feltétlenül fogjuk tudni ezt minden mérkőzésen realizálni. Vannak benne apró csúszkálások, de én azt gondolom, hogy per pillanat nagyon szépen haladunk afelé, a cél felé, amit kitűztünk magunk elé. Attól függetlenül azt mindig tudomásul kell venni, hogy a sportban is megvannak azok a érdekeltségek, amik azt próbálják meggátolni, hogy mi sikeresek legyünk. Nyilvánvaló az ellenfelekkel számolni kell. Én azt gondolom, hogy most van egy olyan időszak, amikor kicsit túl vagyunk a felén, túl vagyunk a őszi bajnokságnak. Most talán majd egy számvetést csinálhatunk, átnézzük azokat, amiket jól csináltunk, megnézzük, hogy mi az, amiben még mindenképpen javulni kell, és hát várjuk a többi ellenfelet, sem a csapatnak, sem nekem nem lehet ez, sem a körülöttünk lévő stábnak nem lehet nyomasztó az, hogy mi esélyesként vagyunk számon tartva, mert azt akartuk, hogy esélyesek legyünk, és azt szeretnénk, hogyha mindig ott lennénk a tabella elején, és egyre inkább távolodna mögülünk a második, harmadik, negyedik helyezet. Úgy gondolom, hogy per pillanat jó úton járunk, a közvetlen riválisokat is meg kell verni. Én azt szeretném, hogyha olyan csapatokkal játszanánk, akik fölvállalnák a futballt ellenünk, és most azért a Hajdúsámson
azért olyan volt, aki nem ásta be magát 10 emberrel a saját kapu elé, megpróbáltak ők is futbolozni. Ez mindenképpen szimpatikus, könnyít valamit a helyzetünkön, ez kétségtelen. Én azt remélem, hogy azokat a csapatok ellen is megtaláljuk majd a ellenszert, akik beássák magukat és mélyen védekeznek. Per pillanat most ennyi jött ki belőle. Ez egy stabil győzelem volt, én mindenképpen elégedett vagyok a csapattal is, eredménnyel is, hozzáállással is, úgyhogy így tovább. Domokos Imrével a múltkor is beszélgettünk a hosszúpályi meccs kapcsán, és most a mai mérkőzésen is mondhatjuk, hogy az egyik legaktívabb játékos volt az ebesi csapatban. Milyen volt ez a Hajdú Sámson, kemény ellenfélnek tűnt kívülről? Belül is elég kemény ellenfélnek tűnt, határozottan léptek oda minden párhasznál. Szerencsére hamar találtunk egy gólt. Utána igazából időkérdés volt, mikor a második, harmadik gól, nekik is voltak egy-két lehetőségük, de úgy érzem, hogy összességében megérdemelten nyertünk. Van-e ilyenkor hiányérzet egy csatárban, ha ő nem rúg pontosan gól, de a társak mondjuk betalálnak? Hát igen, szerintem én is gólt rúgni, de hálásan tudtam találni két gólpaszt, így igazán tudtam segíteni a csapatot, és tudtuk igazából nyerni. Az első félidőben csak egy gólos volt az előny. Mire készültetek a második félidőben? Mi hangzott el a szünetben? Mit mondott az edző? Igazából mindig arra készülünk, hogy minden félidő, minden meccsen arra készülünk, hogy nálunk legyen a labda, minél többet járassunk, minél többet támadjunk, minél több helyzetet dolgozunk, és minél több gólt tudjunk rúgni. Igazából a második félidő is ugyanígy jöttünk ki. Jól láttam, hogy most a hosszúpályi meccshez képest valahogy folyamatosabbak voltak a támadásaink, lendületesebbek. Igen, egész ide rengeteget gyakoroltuk az edzőnk, rengeteg hasonló fejtett erre, hogy próbálj minél szebb támadásokat vezetni, minél pontosabbak legyünk. Hát szerencsére egy-egy támadás igazából sikerült, de azért még vannak hiányosságok. A rugott gól mellett azért volt még egy-két igazán szép támadásunk. Milyen lesz a játék a Nagyhegyes otthonában? Ugye nem mindegy, hogy milyen csapattal játszunk, van, aki beássa magát az Ebes ellen, van, aki fölvállalja a nyílt meccset. Mire számítok Nagyhegyesen? Hát minden mérkőzés más igazából, de hát igazából szerintem minden csapat ellen nem igazán akarnak annyira kijönni játszani. Szerintem mi arra számítunk, hogy be fognak állni a kapujuk elé, akár 8-9 emberrel, és abból egy-egy kontrával megpróbálnak gólt szerezni. Hát bízom, hogy nem így lesz, mert akkor igazából nekünk lesz könnyebb dolgunk. Nem sokat gondolkozott az edző, amikor a csapat egyik legjobbját meg kellett nevezni interjúra, Barabás Zoltánt a védelem tengelyében jelölte. Milyen volt ez a meccs? Azért nektek is kellett ott hátul szaladgálni, tehát támadgatott a Sámson rendesen. Igen, szerencsénkre a Sámson nem állt be teljesen védekezni 10 emberrel, próbáltak támadni ők is, ezért hátul nekünk is több dolgunk volt, mint máskor. Hát sajnos kaptunk egy gólt, szerettük volna lehozni gól nélkül, múlt héten sikerült, ezen a héten sajnos nem, reméljük jövő héten sikerülni fog. Mondjuk az a kapott gól épp pontrugásból volt, tehát a védelem annyira nem okolható. Hát nem kellett volna azt a szabadrugást kiharcolnunk, de sajnos így jött össze. Milyen a hangulat a csapat házatáján, mert azért az elmúlt fordulókban igen nyögvenyelősek voltak a meccsek. Behoztuk, begyűjtöttük a győzelmeket hosszúpályban is, de azért meg kellett szenvedni érte. Hát azt mondják, hogy győzelmet nem kell megmagyarázni. Mindenki nagyon örül minden győzelem után, és egyre jobban összeérik a csapat, egyre jobban egymásért játszunk. Szóval minden rendben van a csapat házatáján. Jön a nagyhegyesi meccs. Nagyhegyes bármilyen állapotban van, azért otthon elég kemény dió. Hát sajnos mindenki ugye védekezni próbál, kihúzni kevés góllal vagy egy döntetlennel, ezért nem Nagyhegyesen is nehéz dolgunk lesz. Ugye mi hátul próbáljuk lehozni minden meccset gól nélkül, azt mondják, ha nincsen gól, akkor már döntetlen megvan, de azért minden meccset meg szeretnénk nyerni, így a Nagyhegyesit is. A csapat házatáján már tulajdonképpen a keretből mindenki szerzett gólt, Barabás Zolinak még ez nem sikerült a bajnokságba, de például a mai meccsen is volt egy-két ígéretes helyzeted elől. Igen, majdnem minden meccsen megvan az egy helyzet, sajnos centiken múlik, egy gólpasszon már van azért, de remélem minél hamarabb jön a gól is. Szabó László, az Ebes mestere, megdicsérte a Sámson csapatát. Hát nem teljesen vállaltuk fel szerintem, tehát valamennyire tartottunk az Ebestől, mivel hogy jó nevekből álló futballistákat igazoltak. Megpróbáltuk kivédekezni és kontrára építeni. Sajnos az első gól után, 1-0 után megvolt a lehetőségünk az egyenlítése, ami nem sikerült. A második fél időben is volt lehetőségünk egyenlíteni, aztán a második kapott gól után már éreztük, hogy ez a meccs elbuktuk. Sajnos három meghatározó emberünket nélkülöztünk, munkahelyi elfoglaltságok és sérülések miatt. Hát gratulálok az Ebesnek. De ennek ellenére, tehát becsülettel küzdöttünk, sajnos kisebb hibákból kaptunk a gólt. Nem a kidolgozott zicsereket használta ki az Ebes, hanem a
amit mi ajándékoztunk neki szintük. Hát igen, főleg a második gól volt ilyen, viszont beszéljünk egy kicsit a sámsoni csapat eddigi teljesítményéről. Úgy tűnt, hogy a bajnokság eleje nem úgy sikerült számotokra, hogy elképzelték. Sok gólt lőttetek, de sokat is kaptatok ezeken a meccseken, viszont az elmúlt 2-3 fordulóban volt egy-két meglepetésszerű, sőt azt gondolom, hogy megérdemelt győzelem is döntetlen. Sajnos a nyári alapozásunk nem úgy sikerült, ahogy kell, mivel utolsó pillanatokban 4 meghatározó emberünk igazolt el. Így nagyon nehezen álltunk össze az elején, felforgatott csapattal, és talán a harmadik meccs után a Deac ellen találtunk magunkra, ahol megtaláltunk egy olyan felállást, ami talán működőképes lesz a megyei csapatok ellen, és azóta küzdünk és fogunk is küzdeni. Hát 4 meghatározó ember sok nehéz pótolni, ahhoz nem igazoltunk senkit, hanem helyi játékosokból megpróbáltuk kiegészíteni, de sajnos nagyon nehéz az ifi csapatból kiöregedő játékosokkal boldogulni. A Sámson eddigi 2 győzelmét idegenben aratta. Ennek van-e valamilyen jelentése, vagy ez egyszerűen csak így sikerült? Talán én is nagyon sokat gondolkodtunk. Tavaly 3 vereségünk mind a 3 hazai pályán volt. Hát idegenben az összes meccset megnyertük. Nem tudom, már arra is gondoltam, hogy kicsi a pályánk a többihez képest, tehát kicsi és nem fekszik nekünk. Idegenben egy nagyobb pályán sokkal jobban futballozunk. Nem tudom, én még mindig ezt mondom, hogy ez a probléma. Meg kell nagyobbítani. Igen, dolgozunk rajta, most a körülményeket próbálunk javítani, tehát első öltözőt szeretnénk felújítani, mert nagyon rossz állapotban, aztán majd szépen lassan szeretnénk fejlődni. Köszönöm szépen, én ehhez a közép- és hosszú távú célokhoz is sok sikert kívánok, és akkor a Sámsonnak azt kívánom, hogy a következő forduló úgy sikerüljen, mint mondjuk a Deac ellen. Köszönjük szépen! Pedig lenne a házigazda Ebesi csapat javára. Nagy Imre, ez most jó lehet, jól megindul Nagy Imre a sűrűbe, és egy lövés, ott a gól! Egy remek góllal megvan a vezetés a 10-es, 28-as mezben játszó játékos Nagy Imre szerezte az Ebesi csapat gólját. Nagyon jó, Nagy Dávid, ez még jobb így, Domokos, ez egy gyönyörű támadás, Domokos már a 16-oson belül van, és a túlsó oldalra eljön-e, és majdnem öngól lett a vége. Katona Gergő is ugrott egyet, mint egy jól megtervett béka, de nem igen tudta volna ezt már hárítani. Szerencséje volt a Sámsoniaknak, hogy fölé pördült, vagy inkább mellé pördült a labda. Szalánci Zoltán keresgeti a társakat, Nagy Dávid elindul, bizony még az oda kerülhet, Nagy Dávid lökte a 20-assal futballozó Hodosit, jó nagyot huppantak a zöld gyepre. A Hajdú Sámsoni alakulatban Gajdos Tamás, Bugyó Norbert, Huri Márkó, Purgulj Edgár, de akár magát is beállíthatja a csapatba, Szegedi Szabolcs, a Hajdú Sámsoni TTISE edzője. Hát nagy a riadó készültség itt a labda körül, de hát ahhoz szerintem túlságosan messze van, hogy ezt Halász Zoltán rá durrancsa. Minden esetre nagyon elszántan állnak ott a sámsoniak, méregetik, körbejárják jobbról-balról, aztán Halászt elpaterolja onnan Csonka Krisztián, úgyhogy Csonka fogja rádurrantani. Hát az ilyen fajta előkészületekre és eseményekre mondják, hogy nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Az első fél időben pedig inkább Domokos Rolanddal találkozott sokat. Nagy Dávid, Nagy Zsolt, gyönyörűen fordult le, és most már megvan neki a tempó előnye. Oda csúsztak, labdát rúgták el, összeakadt azonban két sámsoni védő, és ott a nagy helyzet, Kanál! Gyönyörű gól, de közben Nagy Zsolt lennmarad. Hát ez most hatalmas védelmi hiba volt. Kanál Roland szerzi a gólt. Mégpedig lenn a 13. percben. Így hozta el a tulajdonképpen már elherdált, elvesztett labdát Kanál. Nagy Zsolt pedig szépen teszi ki, Domokos vissza Nagy Zsolthoz. Picit maga alá ragadt a labda. De lehet, hogy túl cifrázták ezt, most egyszerűbben is be lehetett volna fejezni. Katona Gergőnek kellett már egy-két bravúrt bemutatnia.
fickó játékvezető megint. Átrébb parancsolta a sorfalat. Nagy Zsolt. Jól jön ez. A Katona is jól jött a kapujából, aztán lábbal megtolja. Dorogi. Meg volt a váltás Csonkával. A vendégcsapat is. Katona Gergő Odosihoz. Gajdos első labdaérintése nem a legfontosabb. Megpróbálják a sámsaniak segíteni. A földharcban is jó. Az ebesi játékos. Nagy Zsolt gólhelyzetben, és a pöttyintés. Gyönyörű gól. Megvan a harmadik találat a mai mérkőzésen. Nagy Zsolt a gólszerző, és valóban ez már tapsot jelent. A 30. percben, ami a mérkőzés 75. perce, Nagy Zsolt góljával, tehát 3-0. Dorogi ott hagyja megint Halásznak. Halásznak volt már egy szabadrugás kísérlete, az nem sok sikerrel. Ez viszont jó. Bent is van! Meseszerűen benyeste Halász a szépítő gólját a sámsoniaknak. Halász Zoltán góljával megvan a szépítő találat. Ha elindul Gömze, Gömzét visszahúzták. Hát ez bizony kiállítás lett volna. Buckó játékvezető véget vett a játéknak. 3-1-re győz az Ebes a Hajdúsámson ellen, a jövő héten Nagyhegyesre látogat, ezt követően pedig majd jön a hazai mérkőzés.